A következő részben a Czobor Erikával készített beszélgetésemet fogjuk megnézni. Erikára, illetve hát ugye annak idején még, amikor még kiválogattuk a díjazottakat Ritára, azért esett a választásunk, mert mind a ketten nagyon sok előadásban vettek részt. A 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogyha jól emlékszem. És számomra nagyon érdekes volt azt látni, hogy akkor is ugyanúgy, mint most, hogy azok az emberek, akik részt vettek ezekben akár az előadásokban, vagy a műsorokban, hogy mennyi mindent csináltak. Az Erika is a tánccsoportnak is tagja volt, az énekkarnak is tagja volt, a színészkörnek is tagja volt, és ez számomra mindig annyira csodálatos dolog, hogy tényleg itt vagyunk, és teljesen önkéntes alapon a szabadidőnket feláldozva ezeket tehát valami olyan értéket tudunk teremteni itt ebben a színpadon, ami azt hiszem, hogy maradandó emlék. És egy másik számomra igazán nagyon kedves dolog az volt, hogy a Lelkes Ilonka néni, ugye mindenki tudja, hogy rengeteg fényképet csinált. Az elmúlt 40 év alatt, hát szerintem több 10 000 fényképet csinált. Nem csak a színházi előadásokról, hanem mindenféle ünnepéről, táncosokról. És ahogy válogattam ezeket a képeket, hogy össze tudjuk állítani ezeket végülis a műsort, hihetetlen élmény ezeket a régi felvételeket nézni, és felismerni azokat a máig is aktív színésztársainkat, akik ugye rengeteget letettek az asztalra. És hát remélem, hogy majd előbb-utóbb el tudunk jutni arra a szintre, hogy ezeket a fotókat valahogy úgy megosztani mindannyiunkkal, hogy mindenki élvezhesse ezeket a csodálatos emlékeket. Hogy állok hátul? A videót nézés az első részén. És akkor annyit szeretnék még elmondani, hogy a videófelvételt az én kis fényképezőgépemmel csináltam, és a 10 percnél az leáll, de aztán van egy második részés a felvételnek. Szóval itt vagyunk Czobor Erikával, aki a Vancouveri Magyar Színháztól életműdíjat kapott 2017-ben. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és hát mi már egy kicsit beszélgettünk arról, hogy hogyan indult a te színpadi szereplésed, és hogy kerültél a Vancouveri Magyar Színház közelébe, illetve hát ugye annak idején a Dajka Színház közelébe, úgyhogy hogyha ezt megosztod a kedves vendégekkel, akkor annak nagyon örülnénk. Köszönöm, Robi. Azt hiszem, hogy úgy 12 vagy 13 éves voltam, mikor elkezdtem a színjátszó csoportban művészkedni, de először a magyar tánccsoportban voltam, népi táncoltam a Györgyivel. És így a Györgyivel átmentünk a művészeti... Tehát a színház, színjátszó csoportnak tagja lettél, igaz? Sokat, amit látom, mert a Gabi szépen itt leírta nekem, hogy mennyi darabban jártam.
játszottam, és 1974-ben kezdődött az egész életem, itt a magyar házasság, vagy a ház, magyar házban, színházban. Akkor még csak kislány voltam, mondtam, hogy 12 vagy 13 éves voltam, mikor kezdtem. Kis szerepekkel, és de jó kis kabaré estéket csináltunk, és nagyobb színdarabokban szerepeltem. És hát igen, ott van néhány olyan, amit a mai napig emlegetnek, ugye a Gülbaba, vagy a Szabinnők elrablása, lassítanakban is, ugye, ahogy ott láttam a listán, és hogy azért az ezek szép teljesítmény. A Gülbaba az mikor is volt? 77-ben. 40 éve. És amin emlékszem legjobban, a saját H&M ruhámat csináltam, vartam. Azt hiszem mindnyájan vartuk a saját H&M ruhánkat. És azt hiszem öten voltunk lányunk, akik után csillogtunk meg. Táncoltunk a H&M lányokkal. Igen, és ugye beszélgettünk arra, hogy előtte, hogy az annak idején is úgy volt, mint most, hogy nagyon sok kisegítő feladatot is csináltatok annak idején, ugye, hogy varrástól elkezdve mindenik, és hogy a ruhatárat is ti kezdtétek el, és hogy milyen, tehát látszott, hogy évről évre hogyan gyarapodik ott a készlet. Igen, összegyűjtöttük a szereplők legorúhájukat, és mert nem volt sok, de mikor a végén ott voltam, akkor már alig volt hely dolgoztani valamit. Igen. És szia, a sütőnap, azt is emlékszem, talán egy kicsit nagyobb volt a szerepem. És egy párszor csináltuk a sütőnapot, igen, látom. És ugye beszélgettünk arról, hogy te már itt születtél, és hogy ennek ellenére mégis nagyon nagy részt vállaltál a magyar kulturális életben, hiszen ahogy mondtad, ugye táncoltál a néptánc csoportban, cserkész csapatban, a színházban, esetleg erről, hogyha tudsz mesélni, hogy ez hogy nézett ki, és hogy miért volt fontos neked az, hogy részt vegyél a magyar életben, hiszen te már gyakorlatilag kanadaiként kezdted ugye az egészet, tehát gyakorlatilag egész életedben kanadai voltál már. Elsősorban imádtam csinálni. Az iskolában, amikor iskolában jártam, akkor is színház csoportban voltam. És szüleimnek is volt fontos, hogy a magyar kultúrát megtartjuk a családban. És igazán szerettem nagyon. És élveztem csinálni. Szüleim hordtak engemet a magyar templomhoz, cserkészetre, aztán a magyar házhoz is, magyar táncolni, népi táncot tanulni, és aztán a színjátszó csoportban tartozni. Szóval igazán élveztem csinálni, és szüleimnek nagy öröm volt látni engemet a színpadon, vagy hogyha táncoltam, vagy színjátszó csoportban. Ez nekik jó érzés volt, hogy az egyetlen kislányok itt elfogta a magyar
Igen, és hát erre nincs is jobb hely, mint például egy színháznak a színpada, ahol aztán valóban a magyar nyelvet meg lehet őrizni, illetve tovább lehet adni a következő generációnak, ahogy te is mondtad, hogy a te gyerekeid is beszélnek magyarul, ami én azt gondolom, hogy az egyik feladata is a magyar háznak, mint kulturális közösségnek, hogy ezt a gyerekeinknek, illetve a fiatalságnak át tudjuk adni, ezzel meg tudjuk nekik tartani ezt a kincset. Hát, hogy hallod, a magyarom már nem olyan jó, mert nem beszélünk annyit a házban, a férjem angol, szóval kicsit nehezebb most már úgy rendesen folyamatosabban, szépen magyarul beszélni, sorry. De ez is fontos volt nekem, mert átadni ezt a kultúrát a gyerekeimnek, mert én is ebben éltem fel, és ahogy mondom, hogy igazán élveztem, és reméltem, hogy a gyerekek is fogják élvezni. És plusz magyarul megtanulnak beszélni, meg ismerkedni, mert a magyar nép itten közel volt, és szóval fontos volt az, hogy összetartsuk a fiatal gyerekeket. Igen. Mert mi is azt csináltuk, mint a mi szíveink, hogy hordtuk a templomi dolgokhoz, a cserkészetben, a magyar házhoz, az egy kisfiam is táncolt kis csoportban még akkor. Így felnőttek ők is a magyar kultúrában. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy sokunknak, akik ugye itt vagyunk, a magyar közösség, az gyakorlatilag a nagy családja. Tehát itt azért nagyon sokan úgy vannak, hogy éppen csak egy szűk család van körülöttük, akik ugye együtt laknak, de én azt gondolom, hogy mindenki, akiben ez a magyar érzés benne van, keresi ugye azt a társaságot, ahol hát megértjük egymást, ami ugyanaz a, tehát ugyanaz a gondolatvilág, ugyanaz a kultúra, ugyanazok a kifejezések, szavak, ami aztán visszahozzák azokat a régi emlékeket, ami összeköti, ami magyarrá tesz minket. Én úgy érzem, hogy ez engem személy szerint ez indított a magyar ház felé, aztán ott ragadtam, de hát úgy tűnik, hogy te is ugyanígy voltál vele, hogy szülei indítatására tett, illetve ők vittek, aztán te is úgy ott ragadtál, igaz? Igen. Igen. És Erika, és mi lenne, hogyha láthatnánk-e téged még a színpadon? A jövőben? Azt nem tudom. Úgy hallod, hogy a magyar már nem... Szóval itt egy pillanatra megszakadt a felvétel, de visszajöttünk, visszatértünk. Szóval ott tartottunk, hogy fogunk-e még látni téged a színpadon esetleg kisebb szerepekben, vagy hogy volna kedved, mert a lehetőség mindig megvan. Yeah. Nem tudom, eléggé el vagyok foglalva más dolgokkal most már. Van 4 unoka, és a hétvégéig ők velük szórakozok. Szóval nem tudom, hogy mennék még egyszer a színpadra. Vágynám, de azt hiszem, hogy inkább nem. Hát mivel mi most ismerkedtünk meg, Erika, ugye te még nem tudod, hogy én nagyon nehezen tudom elfogadni a nemet, mint választ. Úgyhogy találkozom még szerintem Erikával a színpadon, ahogy magamat ismerem. De nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer igazán hálásak vagyunk mindannyian azért a munkáért, amit ti annak idején letettetek az asztalra, hiszen, és ezt olyan sokszor elmondom, hogy a ti munkátok és a ti, hogy fogalmazzak, a színészi vállalásaitok nélkül ez a színház már réges régen megszűnt volna, hiszen a folyamatosság az nagyon fontos, és ti
te esetedben is éveken keresztül tagja voltál ennek a színháznak, úgyhogy mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm még egyszer, és nagyon örülök, hogy megismertelek, és ahogy mondtam, remélhetőleg még találkozunk. Oké, okay, köszönöm szépen. Köszönöm én. Csodálatos, hogy ilyen gyönyörűen beszél magyarul, ahhoz képest, hogy ő így született. Nagy élmény volt beszélni. Laci, hát volt beszélni. Hol a Laci? A Katonaruhában. Hol van? Megismered magad? Itt a Kuzsát is tovább csinálnak, a Keleti János? A fekete... Igen. Igen, ő is volt ebben. Pongrácz Imre hátul. Pongrácz Imre. Jó, hát ennyit sikerült találnom a régi képek közül. És akkor még van egy, amin a szerepeket... hogy minden szerepet, az még gyorsan itt tegyük fel. Egyel vissza. Az, igen. És akkor hát ez szép 74-től. Csak ennyi van. Igen. És hát látszik, hogy sok, tehát egész sok ilyen kabaré jelenet volt. Köszönjük szépen, és akkor a... Egy pár perc szünetet tartunk. Ebből is látszik, hogy nem olyan egyszerű még ezeket a kis jeleneteket sem összerakni sokszor. Az a színpad miatt, tehát a színpadra. Addig esetleg, hogyha a közönségből valaki szeretne mesélni, vagy kérdezni akár Rezsitől, akár Zsuzsától, akkor szívesen veszük a kérdéseket. Vagy egy pár perces produkció. Csak azért, hogy az idő úgy teljen el, hogy mégis valami bufasztás történjen. Mit csináltam én ilyen alkalommal, akkor, mikor még a Györgyi rendezett egy darabot? Elmondtam, hogy hogyan tanultam, milyen káromkodást tanultam meg Jókai Mórtól. Az így hangzott. Ez szó szerint Jókai regényből van. Hogy az a Júdás apostollal összecimborázott apró pénz hamisító Poncius Pilátusát, annak a jeruzsálemi dolgot a hegyén latorképpen keresztre feszített Krisztus károm a paraszt öreg apádnak. Hát nem kell fel mindjárt! Ez a Györgyének annyira tetszett, hogy beletette a darabba. Na most, vannak itt többen, akik legalább harmadszor hallják ugyanezt, akik ott voltak ezen az előadáson, mert háromszor kellett elmondanom ugyanezt a káromkodást, és így tudták csak elhinni, hogy valóban szó szerint tudom. Na most, ez ilyen káromkodások néha előfordultak finoman is. Konferenció voltam néhány Kemp kabarén, és néhány idősebb hölgy nagyon megszólt engem egy ilyen betöltő dumáért, mint ami most történik. Amikor
nem tudtam, hogy mivel töltsem ki az időt, és azt mondtam, hát tudják, Magyarországon most ugyanolyan hirdetések folynak, mint itt a nyugati világban. Például egy mostani magyar televízió hirdetésnek a szövege az volt, hogy nyelvében él a nemzet, élvezet, és mégsem nemzet. A szünetben aztán nagyon megszóltak az idős nénik ezért a megjegyzésemért. Na most remélem ezzel meg kitöltöttem azt az időt, ami ilyen holt idő volt, úgyhogy visszaadom Gabinak. Kedves Csaba, ne haragudj, elmondanád még egyszer, mert most videóra veszlek, és azt szeretném megkülni, és akkor háromszor adtad elő most. Ó, a jókai káromkodást? Nem hiszed el, hogy tudom, szó szerint. Hogy az a Júdás apostollal összecimborázott a professzomisító Poncius Pilátusát, annak egy Jeruzsálemi Golgotha-hegyen latolképpen keresztre fészített Krisztus káromló paraszt öregapádnak, hát nem kezd fel mindjárt?